Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda környéki televízió híradóját látják. Kérem először tekintsék meg főbb híreinket röviden. Új szakemberek a budakeszi egészségügyben. Igazgatóváltás a Budaörsi Egészségügyi Központ élén. Kontraproduktív hatást válthat ki az önkormányzatok bevételeinek lefaragása Budaörs polgármestere szerint. Tökön is gondot okozhat a helyi adóbevételek felezése. Szeretné elkerülni a fizetésképtelenséget halásztelek. Folyamatos COVID-szűrést biztosít Sziget-Szent Miklós. 300 millió forint állami pénz jut a zsámbéki öreg templomra. Duplájára bővül a bölcsöde idén Nagykovácsiban. Közvéleménykutatás a fejlesztésekről Pilis Csabán. Érdemkereszt a Pest megyei polgárőröknek. Kardiológia, bőrgyógyászati és gyermekneurológiai szakrendelés kezdte meg működését a Budakeszi Egészségügyi Központban. Ezen kívül teljes állású gyógytornásszal is bővült a mozgásszervi diagnosztikai és rehabilitációs részleg. A Budaörsi Egészségügyi Központot üzemeltető cég dr. Majzik Ernőt nevezte ki a szakrendelő új orvosigazgatójának. A pozíciót 17 éven keresztül betöltő dr. Jamar Eldin Mohamed szaktanácsadóként folytatja munkáját, és továbbra is részt vesz a betegellátásban. A tartalékait kénytelen felélni 2021-ben a Budaörsi Önkormányzat, hogy meg tudja őrizni a lakossági szolgáltatások színvonalát a kormány iparűzési adó felezésére vonatkozó rendelete miatt. A polgármester mégis bizakodó. Én szeretnék optimista lenni és hinni abban, hogy a józanul gondolkodó konzervatív emberek pontosan értik azt, hogy a magyar állampolgárok magyar településeken élnek, és hogyha a településeiket büntetik, akkor az ott élő, egyébként a kormánnyal szimpatizáló, vagy a korábbi döntései alapján a kormányt támogató embereket is elgondolkodtatja az, hogy hogyan lehetséges ilyen módon működtetni egy jogállamot. Hiszen a jogállamiságnak a lényege, a demokrácia lényege az önrendelkezés. A települési önkormányzatok azok az ott élő emberek képviseletére jönnek létre. Amikor egy önkormányzatot ellehetetlenítenek, akkor azzal büntetik az adott településen élő valamennyi állampolgárt, teljesen függetlenül attól, hogy milyen a világnézete, milyen a párt preferenciája. Ezt egy tisztességes ember nem nézheti jó szemmel, úgyhogy én is bízom abban, hogy ez kontraproduktív, de azért hozzáteszem, láttuk azt már a korábbi választásokon, mindent maga alá gyűrt a jelenlegi kormányzat, a kommunikáció gyakorlatilag uralja, a médiát is uralja. Ebből következően nem véletlen az, hogy csak azokon a helyeken lehet ezt markánsan kimutatni, ahol tényleg valamennyi információhoz hozzájutnak az állampolgárok. Ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy az állampolgárok tisztában legyenek a tényekkel. Szeretne pozitívan hozzáállni az új év feladataihoz több polgármestere, de a helyi iparűzési adó központi felezése nehéz helyzetbe hozza a település vezetőt. Muszáj pozitívnak lenni, bár most elég nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok, így köztük mi is, de megpróbálunk még több munkával, még több lelkesedéssel és pozitív gondolkodással hozzáállni az új évnek. Gondolom, hogy a nehézségek alatt azt gondolja, hogy a helyi iparűzési adót felezték, illetve megtiltották az önkormányzatnak, hogy helyi adókat vessenek ki. Hogyan érinti ez jelesül tök települést? Mennyivel lesz kevesebb a büdzsében? A környező településeken az összes polgármesterrel beszéltem, és nagyon sokan próbáltak egy új pénzügyi tervet és adózást összeállítani, amiben nagyon sok munkát fektettek. Mi nem szerettünk volna semmilyen adóemeléssel, illetve nem csak emeléssel, hanem esetleg más adók bevezetésével foglalkozni, tehát mi nem tettünk külön munkát ebbe. Ellenben ugye ez az 50%-os elvonás igencsak nehéz helyzetbe fog valószínűleg sodorni sok önkormányzatot, úgyhogy már december végén azzal foglalkoztam, hogy tudjuk majd meghúzni a nadrágszíjat, melyik kezembe kell beleharapni, hogyha ki kell majd valamit fizetni, vagy egyáltalán, hogyha nyerünk a pályázatokon, miből fogok tudni hozzátenni az ön részhez. A kormánynak ez az intézkedése vezethet-e a szolgáltatások színvonalának a romlásához? Nem szeretném azt mondani, hogy igen, de nyilván mindenhonnan meg kell csípni egy kicsit a költségvetésből. Ez akár a kultúra, akár a
az utcakép vagy a közterületek karbantartásával kapcsolatban, tehát nagyon sok helyre kihathat ez. Megkezdődött az idei költségvetés előkészítése Halásztelken. A cél, hogy semmiképp se váljon fizetésképtelenni az önkormányzat, mondta Szabó Tibor polgármester. Elég sok feladat vár ránk, szinte minden területen, úgyhogy ebből most nagyon nehéz lenne kiemelni egy-egy dolgot. Elkezdődött a munka, most volt egy ilyen igazgatási szünet a két ünnep között, mert hát ünnepek előtt december hónapban félhivatalként dolgoztunk, tehát felváltva dolgoztak a kollégák, azért, hogy ha, ne adj Isten, valaki covidos fertőzött lenne, akkor ne kelljen hirtelen bezárni az egész hivatalt. Úgyhogy most ezt pont ma beszéltük jegyző úrral, alpolgármester úrral, hát elkezdjük tervezni azt, hogy minek, hogy fogunk tudni nekifutni. Költségvetés tervezést el kell majd kezdjük. Amint megfelelő adatok állnak a rendelkezésünkre, tehát tudunk kalkulálni a bevételeinkkel, akkor elkezdjük összerakni a költségvetést, aminek természetesen megvannak a fix pontjai, tehát a kötelező feladatoknak az ellátása, az, ami a nevében is benne van, kötelező, és akkor a vállalat feladatainkat pedig így próbáljuk meg beosztani, hogy a lehetőségekhez képest beleférjünk, és ne kerüljünk egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk fizetésképtelenné válik az önkormányzat. Térítés ellenében több ponton is COVID-szűrést biztosítanak a Szigetszentmiklóson és környékén élőknek, adta hírül Nagy János polgármester. Igyekszünk heti szinten szűréseket tartani a lakosságnak, illetve tárgyalok az ügyben, hogy azok, akik COVID gyanúval maradtak otthon, és az orvos elrendeli nekik a tesztelést, ne kelljen nekik Budapestre beutazni adott esetben, vagy több napot várni a mentős tesztelésre, hanem nekik is legyen szűrési lehetőség Szigetszentmiklóson, és hát a lakosság számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget. Itt nem csak a szigetszentmiklósiaknak van lehetőségük magukat teszteltetni, hanem a környékbeli lakóknak, vagy esetleg a televízió nézői is nyugodtan jöhetnek Szigetszentmiklósra. Nem kell előregisztrálni, többféle szűrési lehetőség van, kinek mi az igénye. Úgy gondoltuk, hogy nem csak a karácsony előtti napon fontos az a lakosság számára, hogy megtudja magáról, hogy adott esetben fertőzve, hanem ugye munkakezdés előtti időszakban is jó, ha tudja az ember, illetve ez volt a lakossági igény. Ennek megfelelően tárgyaltunk arról, hogy legyen szűrés Szigetszentmiklóson. Ugye ez már a harmadik helyszín a városon belül, pont azért, hogy ne folyamatosan fixen egy helyen legyen, hiszen most a belvárosban van a szűrés, de előző héten a falu városrészben volt, illetve azelőtt pedig a külvárosi részen volt. Ezáltal szeretnénk biztosítani azok számára is szűrési lehetőséget, akik nem nagyon tudnak például autóval kimozdulni otthonról. Úgy gondoljuk, hogy mindaddig, amíg felmerül ez a helyzet, és a lakosság igényli a szűrőállomásoknak a létesítését, addig Szigetszentmiklóson biztosítani fogunk ilyen szűrési lehetőségeket. Térítés ellenében lehet elvégeztetni a szűréseket, és mint ahogy az előbb említettem, ugye lesz alkalom megint olyan szűrésekre, ahol orvosi beutalóval lehet menni szűrést végeztetni. Nagyon fontos még az, hogy a labor PCR tesztelés előtt, tehát akinek erre van igénye, az előtte 1-2 órával ne egyen, ne igyon, illetve a dohányosok ne gyújtsanak rá addig. 300 millió forint állami támogatást adott a kormány a zsámbéki öreg templom felújításának tervezésére. Adta hírül Horváth László polgármester. Úgy tűnik, hogy egy jelentőset tudunk előrelépni előző évekhez képest. Ugye az történt, hogy a kormány döntött arról, hogy 300 millió forintot fogunk kapni tervezésre, a rekonstrukció előkészítésére. Ebben a helyi egyházközséggel, a premontrei renddel kézenfogva haladunk, dolgozunk. Most tervezzük itt az év első hetében, hogy kiválasztjuk azt a személyt, aki kvázi projektmenedzserként, szakemberként az egész ügyet végig fogja vinni a tervezéstől, reményeink szerint majd az egyszeri építkezésig.
Mikor lesz az évforduló, amikor kész kéne lenni valamilyen formában? Hát az már tarthatatlan sajnos az, az időpont. Ez az év, a 21-es év, a 900. évforduló, tehát ez már biztosan nem. Az év vége mondjuk, de nem hiszem, hogy év végére ez az épület itt felújítva állna. Kerékpárút építést, bölcsöde bővítést és a főút teljes felújításának a kezdetét hozza Nagykovácsi számára 2021, mondta a település polgármestere. Nagykovácsi számára nagyon jelentőség teljes lesz a 2021-es év, hiszen három pályázatba is belekezdünk, amiből kettőt szeretnénk is végigvinni 2021-ben. Az egyik a kerékpárút pályázat, amit már nagyon várnak a lakosaink, a másik pedig a bölcsöde bővítési pályázat, aminek eredményeként dupla annyi gyermeket fog tudni fogadni a bölcsöde, mint korábban. A harmadik, amit pedig csak elkezdünk, de szintén nagyon fontos projekt, az a főutca vízelvezetése, illetve rendbetétele, amit szintén nagyon várnak már a lakosaink. A hónap közepéig lehet elküldeni a csatornázással és útfelújítással kapcsolatos kitöltött kérdőíveket a Piliscsabai polgármesteri hivatalba. Hívta fel a figyelmet Farkas András polgármester. A decemberi újságban, a Piliscsabai polgárban minden piliscsabai polgár kapott, minden piliscsabai háztartás kapott egy kérdőívet a csatornázásra, útépítésre vonatkozóan. A beküldési határidő január 15-e, tehát kérem, hogy senki ne feledje el ezt a dátumot, és küldjék meg ezt a kérdőívet kitöltve. A beküldési formák ott vannak rajta a papíron, lehet személyesen is beadni itt egy gyűjtőládába az önkormányzathoz, lehet postai úton is feladni, illetve arra is van lehetőség, hogy valaki jó minőségben befotózva e-mailben küldje el ezt az anyagot. Ebből tudunk arra következtetni, hogy milyen hajlandóság van a lakosság részéről arra vonatkozóan, hogy csatorna, illetve útépítés tekintetében előre tudjunk lépni az idei évtől. Tehát nagyon fontos ez a kérdőív, úgyhogy vegyük komolyan. Köszönöm szépen. Megjelent a Budapest Fejlesztési Központ közbeszerzési felhívása a Budakeszin belüli és Budakeszi úti buszsávok tervezésére. Budakeszi és a Zsámbéki medence települései számára a súlyos közlekedési problémáik megoldásának ma egyetlen reális útja az autóbuszok előnyben részesítése. A kormány és a Budapest Fejlesztési Központ mindenhol, ahol csak lehetséges, a kötött pályás tömegközlekedési megoldásokat pártolja, de Budakeszi felé rövid távon nem lesz alternatívája a buszsávok építésének. Olvasható a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Vitézi Dávid Facebook oldalán. Országos Polgárőrszövetség legmagasabb elismeréseit Bilisics Péter, a Pest megyei Polgárőrszövetség elnöke, Ritter Imre nemzetiségi képviselő és Pór Gyula, az OPS környezetvédelmi alelnöke adta át Pest megye 18 járásából 12 főnek, megköszönve a 2020. évi áldozatos, önkéntes munkájukat. A Polgárőr érdemkereszt bronz fokozatát többek között Hilcser Tamás budakeszi és Udvari Szabolcs törökbálinti polgárőr vehette át. Túl van az életveszélyen Aracki András, a KDNP frakció vezető helyettese. Érdés térségének országgyűlési képviselőinek gyógyítása hamarosan a rehabilitációval folytatódhat. Dr. Aracki András 2020. novemberében kapta el a koronavírust, ami miatt kórházba és ott lélegeztetőgépre kényszerült. Az elmúlt másfél hónapot egy intenzív osztály fertőző részlegén töltötte, altatásban volt. Egy hete már nincs szüksége lélegeztetőgépre, újra éber állapotban van, és már környezetével kommunikációra is képes. Önök a Buda környéki televízió híradóját látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.budakörnyéki.tv.hu weboldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!